Nagyon kusza a Jobbik újabb botránya, a tiltott párt finanszírozási gyanú is felmerül. Erről beszélt egy szakértő reggel az M1-en. A Jobbik hétvégén jelentette be, hogy saját tulajdonába került több mint 1000 plakáthely, és szerintük ezeken engedélyek, illetve bejelentés nélkül hirdethetik magukat. A szakértő szerint azért ennél bonyolultabb a dolog, ezért szerinte a számvevőszéknek, az ügyészségnek és a média tanácsnak is vizsgálnia kellene a jobbikos ügyet. Az 1100 plakáton a jelenlegi jogszabályok alapján a Jobbiknak mindenféle előzetes engedély bejelentés nélkül joga van a saját hirdetéseit közzétenni. A Jobbik szerint törvényesen hirdettek legújabb plakáthelyeiken. Erről a párt frakcióvezetője beszélt. Volner János a Pest megyei kormányhivatalt is felkereste, mégpedig azért, hogy számon kérje az intézményt, amiért elkezdték eltávolítani a párt hirdetéseit. A listárat és a szerződést közzé kell tenni. Ez nem történt meg, ezért nem került betartásra a jogszabály, ezért intézkedett a kormányhivatal. A Pest megyei kormányhivatal szerint viszont a Jobbik nem tartotta be a törvényt, például nem tette közzé a plakátok listáit, ezért kezdték meg a plakátok eltávolítását. Ezek azok a hirdetések, amelyeket a hatóságok szerint törvénytelen módon helyeztek el. Tulajdonos egyiken sincs feltüntetve, pedig még a Jobbik saját bevallása szerint is a párt tulajdonában állnak. És nem csak a hirdetés jogát szerezte meg a Jobbik. Maguk a plakáthelyek, vagyis a hirdetőtáblák és az oszlopok is a Jobbiké. Először az Origo.hu írt arról, hogy Simicska Lajos egyszerűen átjátszotta a Jobbiknak hirdetőcége a Publimont plakáthelyeinek egy részét. 1100 hirdető felületről van szó, amelyeknek piaci értéke milliárdos nagyságrendű. A Jobbik újabb milliárdos támogatást kapott Simicska Lajostól, Vona Gábor egy fogott ember, a Jobbik pedig egy megvett párt. A kormánypártok szerint a Jobbik ennyi pénzt nem tudott volna kifizetni. Ez is azt bizonyítja, hogy Vona Gábor pártját megint Simicska Lajos juttatta jogtalan előnyhöz, ami viszont felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját. Mi tulajdonba vettünk reklámeszközöket. Azt Vona Gábor pártelnök is elismerte, a Jobbik tulajdonába kerültek a plakátok. Azt viszont továbbra sem árulja el a párt, hogy honnan és mennyiért szerezték ezeket a plakáthelyeket, mert szerintük az üzleti titok. Volner János csütörtökön azt mondta, azt sem tudja, hogy Nagy Ajtony Csaba rendelte el meg a Jobbik plakátjait, és soha nem is találkozott vele. Nem tudom, mert én még ezzel az úrral soha nem találkoztam, és soha nem beszéltem. A Pest megyei kormányhivatal szerdai közleményéből viszont kiderült, azokat a plakátokat, amelyeknek eltávolítását jogsértés miatt elrendelték a kormányhivatalok, Nagy Ajtony Csaba magánszemély rendelte meg. Nagy Ajtony Csaba, Simicska Lajos unokaöccse, aki nem csak rokona az üzletembernek, tagja az Index.hu ZRT igazgatóságának, és szinte az összes Simicska Lajoshoz köthető cégben van érdekeltsége.